Üdv mindenkinek! Ma egy olyan videót hoztam, amivel már nagyon sokan foglalkoztak, szinte minden videósnál megtalálható, ezért elkészítettem én is az én verziómat. Az ok leginkább az, hogy nekem teljesen más véleményem van, mint YouTube-on megtalálható videók nagy részének. 70-80%-ban videók egy rejtélyekkel teli túlmisztifikált történetet akarnak. Ez azért is van, mert ezt könnyebben el lehet adni, jobban vevők rá az emberek. De ebben a történetben szó sincs semmiféle rejtéről, vannak kérdőjelek, de ki fog derülni a végére, hogy mi is történt valójában Liza Lam-mal a Cecil Hotelben. Nem egy olyan videót szeretnék, ami elismétli ugyanazokat, amit évek során már mások elmondtak, de az, hogy el tudja mondani, miért gondolom azt, amit, és mindenki meg is értse, kell pár szót ejtenem a hotel múltjáról, Elizáról, meg persze van, aki nem ismeri a történetet, így ők is képben lesznek. Az 1924-ben épült hotel üzleti útra érkezőknek és turistáknak épült. Eleinte ez így is volt, de jött a nagy világválság, háború, és egyik sem tett jót a szállodának. A környéken is egyre lecsúszott emberek jelentek meg, ami meglátszott a szálloda bevételén. Az életben maradás érdekében egyre olcsóbb megoldásokat ajánlottak, ami a biznisz réteg elmaradására vezetett. A szálloda múltjában bekövetkezett negatív események sem növelték a szálloda hírnevét, illetve igen, de nem jó értelemben. A hotel egy kísértett hotel hírében áll, ami vagy igaz, vagy nem. Miért is gondolják ezt? A megnyitástól számolva 2015-ig, tehát 90 év alatt 17 gyilkosság, öngyilkosság történt, ami kb. 5 évente egy. Ez elég soknak hangzik, nem is nem tudnék másik ilyet mondani. Voltak gyilkosságok, amik megoldatlanok maradtak. Voltak, akik a szobákban lettek öngyilkosok, de legtöbben kiugráltak a szobájuk ablakából. Ehhez hozzájön még a Fekete Dália eset, akit félbevágva megcsonkítva találtak meg Los Angeles egy másik pontján. Halál előtt ő is a Cecilben szórakozott. Hogy mi vezetett a halálához, ezt máig nem tisztázott. Volt két sorozatgyilkos lakója is a hotelnek. Az egyik Richard Ramirez, aki 1984 áprilisától egy éven keresztül volt aktív sorozatgyilkos, aki járóvárost véletlenszerűen szedte áldozatait. Éjszaka betört lakásokba, akit talált, megölt. Ha szerencséje volt az áldozatnak, akkor túlélte. Ha nem, akkor megerőszakolt és utána ölte meg. Az eszközökben nem válogatott, használt kést, botot, pisztolyt, szóval mindent. Egy év alatt 13 embert tölt meg, 11 nemi erőszakot és 14 betörést követett el. Ez alatt az 1419-es szobában lakott. Halálbüntetés kapott, de nem jutott el odáig, mert 23 év halása után beadta a kulcsot. Amúgy lesz róla közeljövőben egy videóm, ha érdekel, iratkozz fel. A másik Jack Unterweger, osztrák sorozatgyilkos, aki kifejezetten azért érkezett a városba, hogy öljön és tiszteletét tegye az előbb említett Richard Ramirez előtt. Unterwegerről annyit kell tudni, hogy 1974-ben megölt egy német lányt, akit a saját melltartójával folytott meg, mármint a lány melltartójával, ezért kapott 76-ban életfogytiglant. Bent sokat írt rövid történeteket, verseket, szerepjátékokat, meg jó fiú is volt. 1985-ben elnöki kegyelmet kért, de mivel 15 év a minimum, amit gyilkosságért ülni kell, így csak 1990-ben került szabadlábra. Utána bűnügyi újságíróként dolgozott, folyamatosan kapcsolatban volt a rendőrökkel. Ez alatt folytatta a gyilkolást és informálta a nézőit az által elkövetett gyilkosságokról és más bűntényekről. A szabadulása utáni első évben 7 prostituáltat folytott meg Ausztriában, egy-egy Csehországban. Az elkövetés módja minden esetben ugyanaz volt. A melltartóval megfojtott áldozatát, és mindig egyfajta csomót használt. 1991-ben bérelte fel egy újság, hogy írjon cikket a Los Angeles-i prostitúcióról. Erre alkalmasabb embert nem is találhattak volna. Az újságtól kifejezetten kérte, hogy a Cecilben foglaljanak egy szobát, és ugyanazt a szobát kérte, amivel Ramirez is lakott. Nappal járt a Los Angeles utcáit a rendőrökkel, és készítette a riportot az újság számára, este pedig vadászni ment. Majd a gyilkosság után ment a rendőrökkel a büntény helyszínére. Három prostituáltat ölt meg hasonló módszerekkel, mint otthon. 1992-ben bukott le, miután feltűnt a rendőröknek, hogy a cikkében olyan dolgokat is megemlített, ami nem volt nyilvános, tehát csak a gyilkos tudhatta. Így összerakták a képet, és Unterweger mehetett vissza a börtönbe. 94-ben lett öngyilkos, ugyanolyan csomót használva, mint áldozatainál. Térjünk vissza a Cecil Hotelhez. Tehát a hotelnak a lakói egyre alacsonyabb rétegből kerültek ki, ami magával hozta azt a közeget. Gondolok itt a kábítószerre, prostitúcióra.
És nyilván egy ilyen közegben gyakrabban történik gyilkosság, öngyilkosság, mint egy normális hotelben, ahol ott tartózkodik a polgár egy-két hetet, majd továbbáll. Sokan állandó lakásnak is használták a szállodát. Van, aki több mint 25 éve a hotel lakója. Ezt valószínűleg nem tud megcsinálni egy normális hotelben. Eliza Lám is egy ilyen hostel szobát bérelt, amit idegenekkel kellett neki megosztania. Tehát a szállót nem úgy kell elképzelni, Los Angeles híres emberek gazdagságcsillogás, hanem ez egy munkásszálló és hotel keveréke. Olcsó és nem túl igényes. Ezért mondtam az előbb, hogy ez nem kísértett hotel, mert magának a szállónak nincs baja, csak a lakók tették azzá, ami. A Skid Row kifejezést az angolban a városnak annak a részére használják, ahol a csövesek laknak. Magyarul ez a gettó, bár ez sem magyar. A Cecil Hotel Los Angeles Skid Row részéhez közel található. Szóval, ha Los Angeles utazol, ne itt keresd szobát. Eliza Lam 1991. április 30-án született a kanadai Vancouverben. Szülei Hongkongból vándoroltak Kanadába, és volt egy éttermük. Eliza egyetemre járt, egy 2012-es bejegyzésében írta, betegségéből kifolyólag 2-3 kurzust el kellett neki engedni, ami nagyon elkeserítette. 3 éve járt iskolába, de még az első évet nem végezte el, és még mindig pontok kellettek volna neki ahhoz, hogy a következő év szeptemberében el tudja kezdeni a második évet. Ami nem is sikerült neki. Aktív volt a közösségi oldalakon. Gyakran posztolt divatról képeket, utóbbi időben magas épületek tetejéről is készített fotókat. Ezeken az oldalakon nyíltan beszélt depressziójáról. Be volt neki tervezve egy körutazás, amin egyedül vett részt, aminek az első állomása San Diego volt, és a nyugati part mentén ment volna haza Kanadába. San Diego megnézte az állatkertet és egyéb látnivalókat, majd pár nap múltán Los Angeles és Santa Cruz lett volna a következő állomás. 2013. január 26-án érkezett Los Angelesbe, ekkor jelentkezett be a Cecil Hotelbe. Mint már említettem, egy hostelszerű szállás volt neki foglalva. Másik két személlyel kellett neki osztozni a szálloda 15. emeletén. Itt sem történt semmi furcsa, járt a város, fotókat készített közösségi oldalához. A szobatársai egy idő után panaszkodtak rá a viselkedése miatt a szálloda vezetőségénél, így kapott egy másik szobát, amiben egyedül volt. Mint később a hotel ügyvédje elmondta, a szobatársainak furcsa volt Eliza viselkedése, ezért kérték, hogy menjen át másik szobába. Egy pár szóban vázolom, hogy mi is ez. Közismertebb nevén a mániás depresszió. Az egészséges emberek által időnként tapasztalható feldobott jókedv és levert hangulattal szemben a bipoláris zavarban szenvedő beteg rendkívül szélsőséges hangulatingadozásokon megy keresztül, amelyek akár hónapokig is eltarthatnak. A legtöbb páciens már 10 éves kora vége felé mutatja ennek betegségnek a tüneteit. Ezeket a panaszokat gyakran pubertáskori zavaroknak tudják be. Nem ritka, hogy a helyes diagnózis felállítására akár 8 évet is várni kell, ami általában 25-40 éves kor között történik meg. Ennek a betegségnek több fázisai vannak. Tünetei közé tartozik az alvászavar, fáradtság, depresszió, halucináció, gyakori hangulatváltás, ilyesmik, leginkább a hullámvasúthoz hasonlítható. Egyszer jó kedved van, utána szar az élet. Ezek váltják egymást sokkal élesebben, mint a normális embernél. Eliza Lam ezzel a betegsége volt regisztrálva, erre szedett 4 különböző gyógyszert. Ezeknek a hatóideje különböző volt. Wellbutrin, antidepresszáns, felezés ideje minimum 12 órától 30 óráig. Lamictal, felezés ideje 29 óra, epilepsziára, depresszióra. Seroquel, felezés ideje 9-12 óra, skizofréniára, súlyos depresszióra. Effexor, változó felezés idő 5-15 óráig, antidepresszáns. A felezés idő azt jelenti, hogy a bevett mennyiséget a felére ennyi idő alatt bontja el a szervezet. Maga a gyógyszer kétszer ennyi ideig van benne a szervezetben és fejti ki hatását. Mind a 4 gyógyszernek komoly mellékhatásai lehetnek, ezek közül megemlíteném a halucinációt, koordinációzavarokat, álmatlanságot. De számtalan más tünetei is vannak, egyenként külön-külön is. Valamint mind a 4-nek van olyan hatása, ami felerősíti az öngyilkosságra való hajlamot. Ha a betegnek ilyen gondolatai vannak, azonnal értesíteni kell az orvost. Tehát ezek nem TikTok cukorkák, hanem komoly gyógyszerek, ami egyesével is meg tudják viccelni az embert, és sokáig aktívak a szervezetben. Eddig beszéltem egy kísértett hotelről, amiben semmi kísérteties nincs, és egy lányról, aki gyógyszereket szed. Így érkeztünk el 2013. január 31-éhez, Eliza Lam utolsó napjához.
Több teória is létezik Eliza halálára, van ami elgondolkodtató és van ami hülyeség. Az első inkább a hülyeség kategóriába fog tartozni. Ez arról szól, hogy adott számokat kell nyomkodni a lift-gombjain, ami különböző emeletek érintésével végül egy másik dimenzióba, időségbe, párhuzamos világba fog elrepíteni, ebből pedig eltűnsz. Ez fasság, ki lehet próbálni, egy liftes házba azon kívül, hogy lakók elzavarnak a picsába, más nem fog történni. Azért beszéltem előbb a hotelről, mert sok negatív dolog nem azért történt, mert ez egy kísértet járt a szálloda, hanem az emberek miatt. Az olcsó szállodák ide vonzották azt a réteget, akik hajlamosabbak az ilyen dolgokra. Gondolok itt az öngyilkosságra például. De mondhatnám a prostitúció és a drogok állandó jelenlétét a szállodában. Egy gyömódó lakóparkban is kevesebb az ilyen jellegű bűntény, mint egy csóró bűnözőkkel teli környéken. Szóval ezt a sok negatív dolgot nem a szállodához kötném, hanem az emberekhez. Mindkettőt elvetném több okból kifolyólag. Egyik, hogy Eliza testén nem voltak külsérelmi nyomok, illetve a térdén voltak horzsolások, de ez nem ilyen jellegű sérülés. A halálok a vízbefúlás volt, tehát ha valaki megölte, annak előtte kellett volna, hogy tartályba dobja. Ahhoz, hogy a tartályig eljusson vele valaki, elég sokat kell mászni, majd bedobni élve egy 50x50-es lyukon. Sérülések hiányával ez teljességgel kizárt. Persze le lehet szűkíteni, hogy együtt mentek fel a tetőre, majd leüti, megfojtja, és így kerül a vízbe, de ennek is nyoma kellett volna, hogy maradjon. Ha a tetőre vezető ajtóhoz van kulcsa, akkor is lehet volna sokkal könnyebb helyzetben. A másik ok, amiért nem tartom valószínűleg a gyilkosságot, az a test elhelyezése. Megerőszakolva nem lett, idegen DNS nem találtak sem a testén, sem a ruháján. Tehát nincs olyan, ami lebuktatni egy gyilkost, akkor minek helyezni bárki a testet egy ilyen logikátlan helyre? Minek vetköztetni le, ha nincs erőszak? Nekem ez így nem életszerű. Ha valaki meg akarta volna ölni, sokkal egyszerűbb lelökni a tetőről. 20. emeleten vagyunk, a túlélés esélye nulla. Kimaradt a baleset és az öngyilkosság. A kettőt nem választom szét, majd kiderül, hogy miért. Az a híresztelés, hogy tetőre egy bezárt, beriasztott ajtón kellett volna átjutnia, csak részben igaz. Ugyanis vannak tűzlépcsők, amiket nem lehet hagyni az épületet lefelé, de akár felfelé is mehetsz, egy létra segítségével fel lehet jutni a tetőre a tűzlépcsőn keresztül. A videón szereplő lépcső az, ami a tetőre vezet. Tehát bárki fejthet, aki akar, a riasztós ajtónak semmi jelentősége. Mint a képeken szereplő grafiték és üres üvegek jelzik, fel is járnak a tetőre. Ha más fel tudott jutni, kérdés, hogy Elizának volt-e oka, késztetése, lehetősége, egyáltalán feljutott-e a tetőre. Mivel az utóbbi időben sokszor posztolt magas épületekről általa készített képeket, oka és késztetése megvolt. A tűzlétrához vezető kijárat egy állandóan nyitva lévő ajtó, így lehetőség és megvolt a tetőre jutáshoz. A következő cikk a Daily Mailben jelent meg. Greg Kiddig nyugalmazott LAPD nyomozó, aki Tupac Shakur ügyében is nyomozott, nyilatkozta az újságnak 2019. novemberében. 2013. február 2-án a rendőrkutya Eliza lábnyomát követve egyenesen a folyosó lévő vészkijárathoz ment, ami a tűzlépcsőhöz vezet, s jelzett a nyomozónak. Bár kint elvesztette a kutya a nyomát. Mivel a testét a tetőn találták meg, ő ugyanúgy, mint mások, feljuthatott a tetőre akadály nélkül. Hogy a kutya miért vesztette el a nyomát, azt nem tudom, talán a szabadtér miatt több szakkeveredett, vagy nem tudom. Ha valaki kutyás és van ötlete, miért vesztette el a nyomot a kutya ilyenkor, az kisegíthet egy kommenten. Most egy kicsit kanyarodjunk vissza Eliza betegségére. Mint említettem, sokszor posztolta a közösségi oldalain depressziójáról. 2012-ben posztolta, hogy 3 éve jár iskolában és mindig csak az első évet csinálja. Hogy szeptemberben el tudja kezdeni a második évet, pontokat kellett volna még neki gyűjteni. Mint utólag ez kiderült, nem is sikerült neki, mire szeptemberben nem iratkozott be az iskolába. El volt keseredve, mert betegsége miatt 2-3 tantárgyat el kellett neki engedni, mert nem bírt annyit tanulni. A gyógyszerek miatt alvási periódusai teljesen felborultak. Mint említettem, ez a gyógyszereknek a mellékhatása külön-külön is. Egy későbbi blogjában arról írt, milyen összetört a szíve, miért gondol mindig állandóan arra, hogy megölje magát. Mekkora csalódás azokban, akikben legjobban bízik. Ez nem egy vidám lány bejegyzései. Az öngyilkosság gondolata szinte az összes általa szedett gyógyszer mellékhatása túladagolás nélkül. Most nézzük meg ezt a liftes videót, hogy mi is történik itt valójában. De csak a testbeszédre figyeljetek. Itt nincsenek szellemek, nincsenek démonok. Csak a testbeszédre figyeljetek. Beszáll a liftbe, nyomkodjon gombokat össze-vissza. Valószínűleg egy olyan gombot nyomott meg, ami ott tartja a liftet és nem indul el. Ez a hold button vagy ilyesmi. És kinéz, van-e kint valaki,
Tanástalanság. Most ki fog menni a liftből? Nem, most elbújik, elnézést. Mintha valaki üldözné őt. 100%-a nincs is kint senki, esetleg hangokat hall és attól elbújik. De nem üldözi senki. Mikor csinálsz ezt a következő reakciókat, ami most jönnek, mikor csinálsz ilyeneket? Ez a tanástalanság. Menjek, ne menjek? Miért nem indult el a lift? Lépcsőn menjek, vagy lifttel menjek? Most a következő reakciót majd figyeljétek meg neki, mit csinál a kezével. Megfogja a fejét. Mikor fogod így meg a fejed? Mikor szédülsz? Többek között. Figyeljétek meg a lábát a padlón, hogy fog neki állni, és mit csinál a kezével. Szédül. Bejön, megint elkezdi össze-vissza nyomkodni a gombokat. Valószínűleg ugyanolyan gombot nyomott meg, mint előbb, és nem indulna el neki a lift. Na mit fogunk látni a következőkben? Kimegy a liftből, és elkezd beszélni valakihez. De csak a testbeszédre figyeljünk. Ott a folyosón senki nincs. Mikor tartja így valaki a kezét? Soha. Ha esetleg akkor, hogyha valamilyen szerhatás alatt van. De mivel neki a testében nem találtak se drogot, se alkoholt, ezek itt a gyógyszereinek a hatása. Ha egy buliból mennénk hazafelé és megmutatnám valakinek ezt a videót, hogy az egyik ismerősünk ezt csinálta, akkor valószínűleg jót röhögnénk rajta, és azt mondanák, hogy be volt távol. De most itt nem erről van szó. Ezek itt a gyógyszernek a hatásai. Mi is történt akkor szerintem január 31-én Eliza lámmal? Miért nem választottam szét a balesetet és az öngyilkosságot? Azt szerintem nyilvánvaló, hogy feljutott a tetőre a tűzlétrán. Lehet kíváncsiságból, lehet kétségbeesés miatt indult arra, mert a lintfel nem jutott el oda, ahol szeretett volna. A tartályokhoz nem volt nehéz hozzáférni. Egy létrán felmegy, majd kb. 1 métert leúrik. A tartályoknak a fedele van, hogy nincs is bezárva. De ha be is volt zárva, ez nem egy 50 kg-os csatorna fedél, ez kb. Egy 50x50-es vaslemez 10-15 kg lehet. Könnyen kinyithatta, ha fel lett volna öltözve, azt mondanám, hogy állapotából kifolyólag akár a tűzlét a lejárójával is összekeverhette. De mivel ruha nélkül volt, így két variációra tudok gondolni. Mivel olyan tudatállapotban volt a gyógyszerektől, mint a drog hatás alatt lett volna, bemászott és nem tudott kijönni. Valami olyasmire gondolok, mint az először jó ötletnek tűnt szituáció. Ez így lehet nem hihető, de hallucinációjából, mozgásából nekem az jön le, hogy lehet egy variáció. Egy tudatmódosítószer hatása alatt lévő személy képes fura dolgokra. De nem mondanám, hogy baleset volt, illetve az is. A gyógyszerei mellékhatása, hogy felerősíti az öngyilkosságra való hajlamot. Nem egyszer posztolt a blogjaiban, hogy úgy érzi, hogy meg kell ölnie magát. Ennek ellenére se öngyilkosságnak, se balesetnek nem tartom az esetet. Nem tudom, minek nevezzem, sok volt a gyógyszer a szervezetében, ami látszik is a videón, valamint a szobatársa is furcsálták a viselkedését, gondolom ez is hasonló viselkedés váltotta ki. Biztos vagyok benne, hogy nem akart öngyilkos lenni, de a gyógyszerek erősebbek voltak. Mivel a liftet nem tudta elindítani, így a tűzlétrát meglátva lefelé akart menni, de mivel előzőleg már csinált képeket magas házak tetejéről, kíváncsiságból felfelé indult. Ott buklászott egy darabig, majd a létrán felmászott a tetőn lévő épületre, onnan a tartályokra. Hogy a tartály nyitva volt-e, és a tetőről egyenesen belugrott a tartályba, vagy önnyitotta ki, ezt senki sem tudja. Vagy levette kint a ruháját, vagy benne a tartályba, ez megint csak kérdőjeles. Melkasig bemászott tartályba, mivel hideg volt a víz, ki akart mászni, de mivel csak a tartály fedelébe tudott kapaszkodni, esetleg az előzőleg levett ruháit kapaszkodás közben behúzta, és mivel más nem talált, a tartály fedelét magára rántotta. És ennyi. Innen már nem volt visszaút, baleset vagy öngyilkosság.
Egyik sem, vagy mindkettő. A betegségére kapott gyógyszerek miatt elvesztette az irányítást a tudata felett, és olyan szituációba sodorta magát, amit már nem tudott megoldani. Még van egy érdekessége az ügynek, nem sokkal Ezzelám halála után egy TBC fajta ütötte fel a fejét a Skid Row hajléktalanjai közt. A betegség nevének rövidítése Lám Eliza lett. Ez csak egy véletlen folytán alakult így, nem volt összefüggésben a videóban szereplő Eliza Lámmal. A következő videó szerintem egy sorozatgyilkosos lesz, még nem tudom ki, kettő van betervezve, az egyik Richard Ramirez, a másik egy igazán turva arc. Valamint el akarok indítani sorozatot, amiben régi magyar bűneseteket ismertetnék meg veletek, és lesznek eltűnésre foglalkozó videók is. Ha még nem iratkoztál fel, tedd meg, lájkold, oszd meg, blablabla. Bla, bla. Nagyon szépen köszönöm, ha végignézted ezt a videót, ha esetleg más véleményed van, oszd meg velem, írd le kommentben. Vagy ha esetleg nem értesz egyet valamiből az én teóriámból, azt is megosztod velem. Találkozunk a következő videóban, sziasztok!